1987. szeptemberében a Nevelőotthonok és Intézetek Diáksport Egyesülete, a Start DS-e Budapesten rendezte meg első olimpiáját. A rangos esemény küzdelmeire az MTKVM Csömöri úti pályáján került sor. A résztvevő, közel 600 állami gondozott fiatal, atlétikai számokban, ezen kívül a fiúk kispályás labdarúgásban, a lányok pedig kézilabdában mérhették összetudásukat. A sportegyesület célja a nevelőotthonokban és intézetekben élő gyermekek és fiatalok nevelésének, egészséges fejlődésének és társadalmi beilleszkedésének a sport eszközeivel történő elősegítése. A háromnapos program lehetőséget nyújtott a megmérettetésre, de új baráti kapcsolatok szövődéséhez is hozzájárult. A résztvevőknek a Csillebérci úttörőtábor adott otthont, ahol az érkezés feszült, izgalommal teli perceit tükrözik a következő interjú. Honnan érkeztek? Csongrád megyéből. Megkérlek, mutatkozzatok. Szilágyi Zoltán vagyok. Gyóni Erika vagyok. És a tanár úr? Rigó Tibor. Hányan érkeztek erre a versenyre? A megyénkből 27-en. Gyerekek és 4 fölnőtt kísérő, igen. És holnap milyen versenyszámokban indultak? Én személy szerint atlétikában, futás és kislabdadobás. Kézilabda csapattal jöttem, és kézilabdázunk, szóval csak abból. Tanár úr, mióta készülnek erre a versenyre? Hát tulajdonképpen évek óta folyik a komoly munka. Az idén volt egy ilyen területi bajnokság, és aztán a legjobbak megkapták azt a lehetőséget, hogy most eljöhessenek erre az országos versenyre. Tehát végül is hosszú évek kemény munkája az, hogy itt lehetnek a gyerekek. Nagyon szépen köszönöm, és holnapra sok sikert kívánok a versenyre. Honnan érkeztek? Oroszlányi Nevelőotthonból, ez a fővárosi tanácshoz tartozik, tehát a budapesti csapatot képviseljük. Milyen versenyszámokban indulnak a gyerekek holnap? Atlétikában 600-on indul egy nagyon jó futó kislányunk, kislabdadobásban, és a kézilabda csapatunk szerepel első korcsoportban, mindegyik 3 számban. Látom, most szálltak ki a buszból. Honnan érkeztek? Nágocsról, Somogy megyéből. Hányan érkeztek? 12-en. Milyen sportágakban indultak holnap? Labdarúgás, futás és atlétika. Atlétika és labdarúgás, kislabdahajítás, távolugrás, futás, mi van még? Meg hát labdarúgás, az nincsen, kislabdahajítás van csak. Ezek szerint a labdarúgók is fognak távolt ugrani és kislabdát hajítani. Igen, úgy szerveztük a csapatot, hogy a labdarúgó csapatban benne vannak az ügyesebb atléták is. Tanár úr, mi a vélemény a Start Olimpia szervezéséről? Hát erről majd talán a versenyek után nyilatkozzunk, amikor már tényleg valamit érdemben lehet róla nyilatkozni. És mit vártok a holnapi versenyektől? Semmit. Nem mondok inkább semmit. Kislabdahajtásra mit vársz? Hát valamilyen eredményt. Nem dobogós helyezést. És az se baj, ez a dobogós helyezés éppen a legfelsőbb foka a dobogónak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és holnapra sok sikert. Szervusztok, honnan érkeztetek? A Zaga utcai nevelőotthonból jöttünk. Tehát innen Pestről. Igen, versenyzők vannak közöttetek? Milyen sportágban indulsz holnap? Én 600 méterem. Előtte sportoltál már rendszeresen, aktívan valamit? Nem. Tehát ez az első alkalom, amikor bizonyítani lehet. És te? Én távolugrás és kislabda. A tanárnőhöz és a tanárúrhoz lenne néhány kérdésem. Hány gyerekkel indultak a versenyen? Hát sajnos csak 5-tel tudtunk indulni, mivel ez nem úgy volt, hogy annyival indulok, ahányan lehet, hanem aki a selejtezőkön tovább jutott. Tehát csak az első-második helyezettek jutottak tovább, így összesen 3 fiút és 3 lányt és 2 fiút hoztunk a versenyre. Milyen volt a felkészülés ennek az 5 gyereknek?
Tulajdonképpen ezt egy selejtező sorozat előzte meg, évek óta már dolgozunk a gyerekekkel, különböző korosztályban jönnek fölfelé, tehát a korosztályok egyre magasabbak. Minden fél évben megrendezik az atlétikai versenyeket, és ezekből a versenyekből, amikre készülünk, természetesen az első kettők most az első alkalom, aki itt startolimpián részt vehetnek. Milyen eredményt várnak a tanárnő és a tanár úr holnap? Hát sajnos nem ismerjük a mezőnyt, mert eddig úgy volt, hogy be vannak körzetesítve a nevelőtanok. Tehát itt olyan ellenfelekkel fogunk találkozni, akiket nem ismerünk, és ebben ez is jó, hogy teljesen új arcok és új ismerősök bukkannak majd fel. Hát én remélem, hogy azért mindenképpen jól érezzük magunkat, és talán ez a legfontosabb, és talán egy-két jó helyezést is sikerül elérni. Az első start olimpiát az ünnepélyes zászló behozatal után Schmidt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja nyitotta meg. Tisztelt sporttársak! Az Állami Ifjúsági és Sporthivatal nevében, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság nevében köszöntöm Önöket. Nagy örömmel teszek eleget a felkérésnek, hogy nyissam meg az első start olimpiát. Mi sem lehet szebb feladat egy sportvezetőnek, mint fiatalokra nézni, akik évek óta, esetleg hosszú időszak óta készülnek, hogy nemes versengésben döntsék el, ki a jobb. Nagyon szeretném elöljáróban megköszönni nem csak az önök felkészülését erre a versenyre, hanem a gondolatot, akik ezt a versenyt életre hívták, a szervezőket, az egyesületük vezetőit, a sok-sok pedagógust. Szeretném megköszönni az MTK VMSK-nak a létesítmény, szép létesítményük rendelkezésre bocsátását, és meg annyi szponzornak, támogatónak, akik ezt szép verseny létrehozásában közreműködtek. Azt szeretném figyelmükbe ajánlani, hogy amikor versenyeznek, egy kicsit olimpikonok is legyenek a szónak ebben az értelmében. Azt mondta Pierre Coubertin báró, az új játékok megalapítója, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Ez lehet, és ez egy nagyon szép gondolat. Én egy kicsit úgy fogalmaznék, meghagyva az ő szép igazát, hogy tényleg nem csak a győzelem a fontos, de önmagunk legyőzése nagyon fontos. Az önmagunkhoz képesti legszebb, legjobb erőfeszítés a sportpályán, az maga a győzelem. Mit várok még ettől a versenytől? Megismertem a programot, láttam, hogy mindegyik program az olimpia műsorán is szerepel, tehát ezért is joggal olimpia ez a vetélkedő sorozat. Azt várom, hogy mindannyian azon kívül ezek után, hogy részt vegyenek, hogy önmagukhoz képest a legjobb teljesítményt nyújtsák. Azt várom, hogy tartsák tiszteletben ellenfeleiket, tartsák tiszteletben a versenyszabályokat, és tartsák tiszteletben a bírókat. Ha ezt megteszik, akkor megvalósítják az úgynevezett fair play-t, vagyis a becsületes játékot. Ennél azt hiszem, semmi sem fontosabb. Ezen gondolatok jegyében az első start olimpiát megnyitom. A küzdelmek az atlétikai számokkal kezdődtek. A sporttelepen egy időben zajlottak a futószámok, a távolugrás, illetve a kislabdadobás. Már a selejtezőkön is, majd később a döntőkön kameránk elé kértünk néhány győztes résztvevőt. Hogy hívnak? Sárközi Gyöngyének. Te lettél az első helyzet ebben a számban? Igen. Milyen érzés győztesnek lenni? Kellemes érzés. Először is hogy gratuláljak ez a gyönyörű köszönöm futáshoz. Honnan érkeztél? Balaton-Almádiból jöttem, a nevelő otthonból. És hogy érezted, mikor fogtad meg az első helyet, mikor érezted úgy, hogy ez a verseny megvan? A rajtnál, amikor kiugrottunk ugye. Először úgy kezdtem, hogy hát azzal az célral indultam, hogy nem biztos, hogy első leszek, mert
amikor Vajtán voltunk, ott is egy ilyen találkozó volt, és ott harmadik tudtam csak lenni. Itt a mezőny nem volt annyira nehéz, ezért meg tudtam nyerni ezt a 100 méterest. Gratulálok hozzá, és a döntőre sok sikert. A 100 méteres férfi síkutás két újdonsült, jobban csak egy olimpiai bajnokát és egy második helyzetjét üdvözlöm. Kérlek, mutatkozzatok be. Nagy István vagyok, Csuzsa Gyula. Amint láttam, te kiugrottál ugyanúgy a hármas bolyba a második visszalövésnél. Ott kialakult egy élmezőny. Arra számítottál, hogy ővelük lesz a legnagyobb küzdelem a verseny? Igen, számítottam rá. Akkor te egy meglepetés ellenfél voltál. Gondoltátok reggel, mikor felébredtetek, hogy ma olimpiai bajnok leszel, te pedig olimpiai ezüstérmes? Nem gondoltam. Nem nagyon gondoltam. És te? Hát én sem. Fogalmam sem nem volt róla, hogy én ott leszek. Szóval nem. Hát minden esetre látom az arcotokon a boldogságot, és gratulálok ehhez az eredményhez. További sok sikert. Az olimpia színhelyén találkoztunk Székely Évával és Lóska Szilárddal, a Start Diese társelnökeivel, akiket arról kérdeztünk, hogyan kerültek kapcsolatba az egyesülettel. Azt hiszem, hogy a kezdés az 1983 telére nyúlik vissza, amikor Tiszadobon részt vettem egy körzeti sportvetélkedőn. És én, aki annak idején az Állami Ifjúsági Bizottság titkárhelyetteseként dolgoztam, és egyben a gyermekvédelemmel is foglalkoztam, láttam azt, hogy az állami mechanizmusok mellett szükségszerű és fontos dolog, hogy társadalmi kezdeményezésekkel segítsük az állami gondozott gyerekek beilleszkedését. Ez a verseny arról győzött meg, hogy egy személyiség milyen hatással lehet a gyermek fejlődésére. Ott egy ökölvívó edzőt láttam, mai napig is emlékezem a nevére, Ruzsa sportás volt, akit egy ilyen mitosz fogta körül a gyerekek részére, és lehetett látni azt, hogy micsoda hatással van a gyerekekre. Ekkor született az a gondolat Gyenesei Pista barátom, aki a Somogy megyei tanács elnöke jelenleg, hogy szervezünk egy ilyen sportegyesületet. És így fogtunk hozzá, Kisszel Úttörő Szövetséggel, Állami Ifjúsági Bizottsággal, hogy megalapítsuk a Start Sportegyesületet. Egy ilyen kísérleti fázis volt az egyesület életében, illetve egy előkészítő fázis. 83-ban az ötlet felmerülése után támogatást biztosítottunk, több sportszövetség együttműködését megnyertük, és 85 tavaszán alapítottuk meg a Start Sportegyesületet. Székely Éva, hogy került? Én kaptam egy levelet, hogy részt kívánok-e venni a munkában, aztán megválasztottak társelnöknek, és azóta is ebben az ügyben ügyködöm. Én úgy tudom, hogy eddig nem nagyon találkozott állami gondozott gyermekekkel. Most mégis annyira nagy szeretettel és ügybüzgalommal segít az egyesület munkáját. Hogyan jutott el idáig? Hát én úgy gondolom, hogy amit már elmondtam a alakuló ülésen, hogy nekem egy csodálatos, szép gyerekkorom volt, egy nagyon jó családban, már úgy értem, hogy szeretetben élő családban, és mindig úgy érzem, hogy tartozom azoknak valamivel, akik ezt az élettől nem kapják meg, és ahogy elkezdtem dolgozni, egyre jobban megkedveltem ezt a munkát, és úgy érzem, hogy mivel a sporttól én nagyon sokat kaptam, tulajdonképpen a közösségi érzést a sporttól kaptam, meg a kitartást, meg a fegyelmet, meg mindazt, ami az embernek az életben szüksége van. Úgy gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek erre még nagyobb szükségük van, akiknek nincs igazi családi hátterük, és ezért úgy éreztem, hogy én ebben segíteni szeretnék. Elérkezett az első Start Olimpia országos rendezvény. Mit várnak a mai naptól? A versenyek már megkezdődtek. Mit várnak? Milyen gondolatokkal érkeztek a mai versenyre? Én azt várom, amit Schmidt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára mondott, hogy nagyon sportszerű versenyben, jó légkörben kötődnek újabb barátságok. És azt várom, hogy ezek a gyerekek hírét viszik annak, hogy érdemes sokat mozogni. Törekedtünk arra, hogy a Start Olimpia és a kísérő események
azok egy életre szóló élményt adjanak, amely formálhatja gondolatukat, közösségüket, erőt adhat ahhoz, hogy naponta rendszeresen sportoljanak, hiszen ilyen élményben lehet részük. Én úgy gondolom, hogy maga az a szó, hogy olimpia, az Magyarországon egy bizonyos nimbusz veszi körül, talán minden kis országban, és talán az, hogy itt elérnek eredményt, az egy lökést ad nekik az életbe, hogy érezzék, hogy az ember dolgozik és kitartó, akkor tovább tud lépni, és mivel ez egy kézzelfogható eredmény, tehát mérhető, kézzelfogható, gondolom, hogy ez nagyon sokban segíteni fogja őket a jövőben, és ha hazamennek, akkor a kicsiknek, meg azon társaiknak is olyan élményekről tudnak beszámolni, amitől kedvet kapnak, hogy a másodikon még többen jöjjenek el. Köszönjük hozzá még egy gondolatot. Bízom abban is, bár a startnak a fő célkitűzése, a közösségformálás és a rendszeres testedzés, de már eddig is, és az előversenyeken is azt láttam, hogy rengeteg tehetséges gyerek van, akire kötelességünk felhívni a szakember figyelmét, hiszen így módon is adhatunk egy további esélyt, lehetőséget a társadalmi beilleszkedéshez. Még szeretném azt megkérdezni, hogy kik segítették, kik támogatták a Start Sport Egyesületet, hogy a mai versenyt, meg az előtte lévő versenyeket is tudta támogatni anyagilag, anyagi eszközökkel? Hát nagy bánatom az, hogy valamennyit nem tudom felsorolni, ugyanakkor örömöm is. A Start Sport Egyesületet ma már több mint 300 vállalat támogatja rendszeresen. Ehhez esemény kapcsán én kiemelném a támogatóink között az Állami Ifjúság és Sporthivatalt, 30 ezer forintot díjat ajánlott fel, az Ezermester úttörő és ifjúsági keresztényvállalatot, amely a legeredményesebb neve otthont jutalmaz a 10 ezer forinttal, a Magyar Diák Sportszövetséget, amely szintén 10 ezer forintos támogatást biztosít, az Állami Biztosítót, amely valamennyi gyermeknek ajándékokkal kedveskedik, amellett, hogy évente rendszeresen egyik legfőbb támogatónk 500 000 forinttal, a MÁV-ot, amely lehetővé tette, hogy megrendezzük ezt az olimpiát, hiszen ingyenes utatásban tudtunk együttműködési megállapodást kötni, a Kopker vállalatot, a Centrum vállalatot, és még nagyon hosszú lehetne a sor, akit azt hiszem, hogy meg kellene említeni, és azokat a szakszövetségeket, akik a verseny szakszerű lebonyolításában, az Atlétikai Szövetséget, az MTKVM atlétikai szakosztálya, az MTK, amely a helyszínt biztosította, a Magyar Labdarúgó Szövetség, és ott a Budapesti Labdarúgó Szövetség közvetlenül, a Kézilabda Szövetség. Én úgy gondolom, hogy mindez, és a sok lelkes ember, a sok lelkes pedagógus, aki a gyerekeket kíséri, a Magyar Úttörők Szövetsége, amely az első helyezett gyerekeknek sporttáborozás biztosítánkán emellett a Csillebéci úttörőtáborban nagy kedvezménnyel biztosította a gyerekek szállását, étkezését. KISZ Központi Bizottsága. Tehát nagyon-nagyon sok, és úgy tudom, és úgy hallottam, hogy ebbe a munkálkodásban nagyon sokat segített Székely Éva is. Merre, hol, kiknél járt? Jártam a Kupkernél, a Métrösznél, az Ora Ékszernél. Tulajdonképpen az az igazság, hogyha az ember elmegy, akkor általában mindig segítenek, csak el kell menni. Tehát ez maga ez a cél, hogy minél kevesebb gyerek kallódjon el, és megálljon az életbe. Ez egy olyan dolog, amiben a társadalom segít. Köszönöm szépen a beszélgetést! Milyen helyezést vársz? Második vagy harmadik. Elsőt? Nem? Nem. Van nálad jobb itt a csapatban? Biztos. Ki vár első helyet? Én. És miért? Hát, szeretnék bekerülni a döntőbe.
És azért, hogy olimpiai bajnok lesz meg, és start olimpiai bajnok először, hát az külön öröm. Udönsült olimpiai bajnokat üdvözlök itt. Milyen távon nyertél? 800 méteren és távolugrásban. Milyen eredménnyel távolugrásban? A távolugrásban 4 méter 34 centi. Sajnos még nem tudom a 800 méter eredményét. Nagyon taktikusan futottál a 800 méteren. Mi volt az elképzelés? Hát, hogy az első, szóval előre megyek, és akkor, ha valaki leelősz, mondjuk, akkor utána megyek, és a végén hajrázom le, ha sikerül, és sikerült is. Hát, aki ilyen taktikát épít fel, az már több, mint valószínű, hogy profi, futó, sportolsz valahol? Igen, az SSC-ben, Sopronban nagyon sokat tettem erre a versenyre, a 800 méterre is, és a távolugrásra egyaránt. Ki az edződ? Említsük meg a nevét is. Krug Jóska bácsi. Nagyon sokat tett értem. 800 méteren nyertél. Erős volt a mezőny? Hát, úgy közepes. Szóval őszintén megmondom, hogy én vártam az első helyet. Itt a futam előtt megkérdeztem a résztvevőktől, hogy milyen helyet várnak, te nem szólaltál meg okosan és szerényen, bíztál a győzelemben. Be is jött. Részt veszel más csapatban is? Hát igen, most fogunk majd 12-től focizni. Kifárasztott ez a délelőtti atlétizálás? Hát egy kicsit, de azért van még bennem annyi szusz, hogy focizni tudhassak. Varga László, a Központi Bizottság tagja, a Magyar Úttörők Szövetségének főtitkára, itt a Start Olimpián. Milyen benyomásokkal van itt közöttünk, a gyerekek között? Mik az első észrevételei? Hát nagy örömmel vagyok itt, hiszen a gondolat felmerülésétől személyesen is, a szervezetünk nevében is nagy-nagy örömmel üdvözöltem a gondolatot, és tettünk meg mindent azért, hogy hát ez a mai nagyon szép verseny is létrejöhessen, de talán ennél is fontosabbként, hogy a nevelőotthonok és a sport kapcsolatát szorosabbra fűzzük. Én azt hiszem, hogy túl azon, hogy a felnövekvő generációnak egyáltalán a sport mit jelent, a nevelőotthonoknak az életében ez még külön nyomatékkal bír. Meggyőződésem, hogy azoknak a nevelési feladatoknak a kiteljesítéséhez, amelyet ezek a nevelőintézmények folytatnak, a sport egy olyan nagy hatású eszköz, amely fegyelemre nevel, amely örömöt nyújt, az együvé tartozás érzését adja, és én azt hiszem, hogy nem keveseknek az itt jelenlévők között, az egész további életútjukban, helyük megtalálásában, jó közérzetük alakításában rendkívül fontos mindaz, amit a Start Sportegyesület nyújt a nevelőotthonok életében. Nem régebben adtad át a első, második, harmadik helyezetteknek a díjait. Milyen érzéssel adtad ezeknek a lányoknak és fiúknak? Azzal az érzéssel, és itt ezt a nap során más eseményeken végig tapasztalom, hogy nem egy közülük, mint sport tehetség is nagyon komoly ígéret. Jelzi ezt, hogy az intézmények is nagyon komolyan foglalkoznak a sporttal, hogy fontos dolog az ő életükben is ez. És én azt is hozzátenném, hogy nyilván itt nem kevesen nem fognak világcsúcsokat döntögetni. Én mégis azt hiszem, hogy a mai nappal és egyáltalán a Start tevékenységével ők is többek, gazdagabbak lettek, egy kis közösség örömét, győzelmét, vagy éppen a vereség kudarcának elviselését tanulták meg ezekben a napokban. Nagyon sok úttörő olimpián vettél részt. Most itt a Start olimpián vagy. Milyen hasonlóságok, milyen különbségek vannak esetleg a két olimpia rendezvényei között? Én azt hiszem, hogy a hasonlóság van túlsúlyban. Az úttörő olimpiákon is, itt is megcsodálható az a tiszta lelkesedés, a győzni akarás, önmaga meghaladásának szándéka, amely ezt a korosztályt jellemzi. Legyen szó tanulásról, sport teljesítményről. Ennyiben tehát a hasonlóság érzése, ami számomra a legfontosabb, és abban a vonatkozásban is, amelynek nagyon-nagyon jó érzéssel tapasztaltam itt a jeleit, hogy ez nem egy szűk hivatali szerv rendezvénye, hanem vállalatok sora,
intézmények, egyesületek, szervezetek tartják ezt fontosnak, támogatják anyagilag is, vagy nagyon sokan személyes jelenlétükkel, személyiségük varázsával, és itt elsősorban az élsportolókra gondolok, akik hitelesítik, visszaigazolják a gyerekeknek ennek a szépségét és értelmét. A résztvevő fiatalok találkozhattak az ide látogató Albert Flóriánnal, Gedó Györggyel és Martinek Jánossal. Albert Flóriánt a rendezvény láttán benyomásairól kérdeztük. Ennek is biztos vagyok benne, hogy hasznát fogjuk látni majd az elkövetkezendő időben, hiszen ahogy elnézem, itt nagyon sok fiatal gyereket láttam, gondolom, hogy ezek nem most ma első alkalommal találkoztak ilyen alkalomból, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ennek a kezdeményezésnek folytatása lesz, és a felszínen maradt tehetséges gyerekek az elkövetkezendő időszakban is megfelelő, hát hogy úgy mondjam, segítséget, támogatást fognak kapni. Tudjuk, hogy a fiatalokkal szeret foglalkozni, a gyerekekkel, hiszen több információnk sajtóból ilyen irányban van. Itt vajon néz-e ilyen szemmel körül a gyerekek között? Hát megmondom, hogy már reggel 8 óra óta pályán vagyok, hiszen a gyerekeinket, tehát a Fradi utánpótlás csapatait néztem, nem kevesebb, mint 5 mérkőzést, úgyhogy még élénken élnek bennem azok a találkozók is, de hát ahogy körbe fogok nézni a pályán, biztos vagyok benne, hogy fogok találkozni majd egy-két tehetséges gyerekkel. Köszönjük, hogy eljött közénk, érezze jó magát. Köszönöm szépen. Martinek János öttusázótól arról érdeklődtünk, milyen érzés világbajnoknak lenni. Így utólag nagyon jó érzés. Amikor kicsi voltam, voltak mindig példaképeim, Balcó például, és most, hogy följutottam arra szintre, hogy én is talán példakép lehetek a fiataloknak. Mit tudna üzenni a mai fiataloknak, és talán ezeknek a gyerekeknek, akik itt a pályán játszanak, drukkolunk most neki? Azt hiszem, hogy ha valamit el szeretnének kérni, ez nagyon sok akarat, és elsősorban cél, és főleg példakép kell ahhoz, akit követni tudjunk. Mit szeretne elmondani azon túl, hogy sok-sok akarat és edzés szükséges, még talán ami a gyerekeknek jó esne? Hát például azt, hogy sohasem késő, mindig el lehet kezdeni a sportot. Én is az öttusával elég későn ismerkedtem meg, tornával kezdtem, és az izomzatom meg úgy általában nem volt megfelelő ehhez a sportághoz, és később tehát amikor már 10 éves voltam, akkor pártoltam át az öttusára. Egy iskolai úszó tanfolyamon kérdezték meg, hogy szeretnék-e öttusázni. Értem. Tehát sok-sok munka van mögötte ahhoz, hogy valaki világbajnok legyen, és azt hiszem, hogy sok-sok akaraterő, kitartás kellett ahhoz, hogy erre eljusson. Köszönöm, hogy eljött közénk, és szeretnénk, hogyha itt a gyerekek között, mint ahogy már láttam, hogy sokan kértek interjút és autogramot, legyen közöttünk. Nagyon szívesen. Az olimpiát követő napon egy másik sportesemény,
a Magyar Rádió Kenguru című műsorához kapcsolódó verseny zajlott le a Margit-szigeti úttörő stadionban. Székely Évát erről a rendezvényről kérdeztük. Tegnap a startolimpián találkoztunk Székely Évával, ma az úttörő stadionban a kenguru versenyeken. Hallhatnánk erről a kenguru versenyről? Mi ez? Ez a kenguru verseny tulajdonképpen a rádió kenguru műsorához kapcsolódó próba, ami arra szolgál, hogy mindenki, akinek különösebb tehetsége nincs a mozgáshoz és tudja magát edzeni, 60 méteres síkfutásból, kislabdadobásból, helyből, távolugrásból, ugrókötélből és 10 perces futásból áll. Tulajdonképpen azt szeretnénk, ha ezt valamennyien sokszor csinálnák, és ebből gyakran csinálhatnánk kerületi, területi és országos versenyeket. Az előbb mondta, hogy kicsit késett a verseny kezdése, és nem örült ennek, hogy késett, de úgy látom, hogy nagyon sok gyermek jött el Budapestről is, meg a startversenyen résztvevők is. Így viszont örül-e egy kicsit? Hát nagyon boldog vagyok, mert 3 éves erőfeszítés után először fordul elő, hogy így 400 gyerek egyszerre és együtt csinálja, és nagyon szép díjakat ajánlottak fel a különböző cégek, és úgy gondolom, hogy ez a gyerekeknek nagy öröm lesz, mert olyat is lehet nyerni, mint BMX kerékpár, aminek meg én is örülnék. Elképzelhető, hogy a jövőben a startversenyekkel még szorosabbra fűzni a kenguru versenyeket, és együtt versenyeznének a nevelő otthonban élő és a családban élő gyermekek? Én úgy gondolom, és mivel mind a két dolog szívügyem, a kenguru és a start, tehát tulajdonképpen nálam ikergyerekek, azt szeretném, ha valamennyi nevelő otthonban ez egy rendszeres testmozgás lenne azok számára is, akiknek nincs módjuk futni, meg futballozni, mert nem olyan ügyesek, és ezeknek talán úgy fogjuk, ha igaz, talán sikerül megoldani, hogy egy ilyen start olimpián egy nap rendezünk egy kenguru próbát, hát mondjuk nem mondanám olimpiának, de próbát. Köszönöm szépen, és további jó munkát itt a versenyen. Szeretettel köszöntöm Szepesi Györgyet itt az úttörő stadionban kenguru versenyen. Tudjuk, hogy nagy támogatója a sportversenyeknek, a start olimpiának is és a kenguru versenyeknek is. Mi a vélemény ezekről a versenyekről és miért támogatja? Mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy a kenguru a Magyar Rádió sport és szórakoztató főosztályának egyik műsora. Évek óta Székely Éva hallatlan agilitással küzd azért, hogy ez a műsor ne csak műsor legyen, hanem egyben nagy agitáció a gyerekek sportjáért. Enélkül nem lehet ma Magyarországon sportot csinálni. Meggyőződésem, hogy itt kell elkezdeni, nagyon hasznosnak tartom mind a két kezdeményezést, és itt nem személyemről van szó, hanem arról, hogy a Magyar Rádió most már 3 évtizede minden ilyen kezdeményezésnek támogatója, segítője, nagyon gyakran élesztője is. Ezt kívánjuk mi a jövőben is folytatni. Ha a magyar sportban, és itt egy kicsit azért mindig a magyar labdarúgásra is gondolok, új és nagy eredményeket akarunk elérni, akkor nem lehet másút kezdeni, csak ott, ahol a gyerekek futnak, célba érnek, örülnek, boldogok, és én vagyok most a legboldogabb, hogy újra itt lehetek az úttörő stadionban, és láthatom, hogy ilyen szép számba gyűltek össze azok, akik közül, hanem is mindenki, de egy-kettő talán a magyar sport nagy eredményeit éri majd el. Aki pedig nem, az is a sportnak, a testnevelésnek az egészségek barátja marad élete végéig.
Balogh Tibor, a Start Sport Egyesület ügyvezető elnöke. Véget értek a Start Olimpia első verseny számai, és az első napja befejeződött. Hogyan összegeznéd a Start első olimpiájának a munkáját? Hát először is köszönet azoknak a nevelőknek, testnevelőknek, akik ezeket a gyerekeket felkészítették és elhozták ide Budapestre. A másik, amit tegnap éjszaka átgondolva véleményként szeretnék elmondani, hogy a srácokba azt az őszinte versenyzési vágyat, amit a versenyek során nyújtottak, ez volt számomra, ami megdobbantotta a szívemet. A másik, amikor fölálltak az emelvényre, és kezet fogtam velük, igazi komoly sportoló arcokat láttam. A másik, ami nagyon tetszett az egész rendezvény ide alatt, hogy hallatlan fegyelmezetten, és függetlenül attól, hogy egy sajnálatos baleset történt, nagyon sportszerűen versenyeztek, és nem kellett ezzel különösebben foglalkozni. A jövőben feltétlenül szeretnénk, természetesen az egész ország bevonásával, az olimpia szellemébe a helyszínváltoztatást bevezetni, tehát igenis elmegyünk vidéki városokba is megrendezni. Szeretnénk bővíteni a versenyszámokat, ez szintén a javaslatok között szerepelt, és szeretnénk azokat az igényeket is kielégíteni, ami elsősorban a gyerekek részéről, de természetesen a nevelők részéről is megnyilvánul. Ezeknek a gyerekeknek olyan nyitást tudunk biztosítani azzal, hogy sportolhatnak, eljöhetnek különböző sporteseményekre, amely biztosítja azt az egyenlő eséllyel való indulást, amit más gyerekek szinte készen kapnak. Köszönöm szépen, és munkádhoz nagyon sok sikert, és hasonló szép olimpiákat és egyéb versenyeket kívánok. Start Sport Egyesület alapító tagjai és az olimpia szervezői bíztak vállalkozásuk sikerében, a résztvevők sportszeretetében, a felkészítők hozzáértésében és ügyfuszgalmában. A látottak, hallottak, őket igazolták. Schmidt Pál megnyitó szavaival élve sokan győzték le önmagukat, s jó néhányan ellenfeleiket is. A legfontosabb mégis az volt e szép emlékű három nap alatt, hogy az állami gondozott gyermekek sportszerűen egymást, a szabályokat és a bírók ítéleteit tiszteletben tartva kitartóan versenyeztek egészségük védelme érdekében. Mozogtak, sportoltak, sok barátot, ismerőst szereztek, és jól érezték magukat.